azt szeretnénk bemutatni, hogy azok az értékek, amelyet eleink fölhalmoztak, azok ma is hasznosíthatóak. Tízezrek, százezrek vannak, akik ebben a kultúrában élnek, mégpedig a 21. század igényeihez igazítva. Ezért örülünk annak, hogyha bemutathatjuk, hogy ma is korszerű étel a köles vagy a hajdina, ma is megadatik mindenkinek, hogy akár saját maga is pálinkát főzzön, és hát az autentikus népzene és néptánc mellett bemutatják azt is, hogy annak a feldolgozott formája az mennyire kedves a fülnek, a ma emberének és itt Budapesten is. Tavaly is volt már egy vidéknapi itt a Millenárison októberben, ami nagyon sikeres volt, és este, amikor ott vége volt, már itt a kollégákkal ültünk le, hogy hát ezt meg kéne ismételni, mert azt látjuk, hogy aki följön vidékről, termelők, fafaragók, kézművesek nagyon élvezik, hogy ekkora közönség van körülöttük, és gyakorlatilag az a kapcsolatépítés, ami végül is egy hálózatnak a célja, az itt is létre tud jönni, még egy ilyen nagy rendezvényen is.